Sziasztok! Az MMA Doccast második évadának harmadik epizódját hallgatjátok, amiben lezárjuk a 2022-es naptári évet, megnyitjuk a 2023-ast, és kiosztjuk az MMA Doccast őhozott díjait is. Én Vitya vagyok, és itt van velem állandó beszélgető partnerem Lackó. Sziasztok! Na és akkor itt is vagyunk, Lackó. Hogy vagy? Első kérdés, és milyen évet zártunk, hogy értékelt 2022-t? Na hát, szia! Sziasztok minden kedves hallgatót! Üdvözlök! Első kérdésedre válaszom jól. Minden frankó, letudtuk az ünnepeket klasszikusan, ugye? És most már várjuk nagyon nagy várakozásokkal a 2023-ot. És hogy milyen évet zártunk, most gondolom itt a UFC-re vagy kíváncsi, nem a saját kis privát évemre. Hát figyelj, ez egy eléggé számomra ilyen hektikus év volt, ami a UFC-t illeti. Rengeteg meglepetés, rengeteg jó történet, nagyon-nagyon sok szomorú, visszavonuló is van, akik engem viszonylag úgy meg is érintettek. Nem azokról beszélek, akik elhatták a UFC-t és máshol fogják folytatni, hanem akiket már nagy valószínűséggel többé nem látunk. Úgyhogy volt nevetés, sírás, minden, amit el tudsz képzelni. És hát ugye a Covid után nagyjából ez volt az első komplett év, ha jól rémlik, de az elmúlt pár év kicsit összecsúszott, de azt hiszem ez volt ugye a Covid után az első olyan év, amikor már nem kellett különösebb figyelmet fordítani ezekre az egészségügyi intézkedésekre, úgyhogy iszonyat jó év volt. Egyébként nálam ez egy ilyen 10-ből 8-as év volt, ha így visszagondolok az előzőekhez képest. Hát most kérdeznek a munkahelyváltásodról, de nem tudom, hogy mennyire podcast téma meg a szerepéleted. Régen sokat vicceltünk a Tinderrel. Talán annyit észrevettek a hallgatók. Most már valami más kell kitalálni, Viktor. Igen, mostában nagy bőssze hallgatunk a Tinder pályafutásunkra, ennek oka van. Lackorátásból ennyit, ha elmondhatok, azt hiszem, hogy nem sokára már nem lesz kollégám, most már hivatalos, hogy bankszektorból levált, de ezt majd egy másik podcast beszélgetésben kell, hogy elmeséld. Ismét külön válunk. Igen, de én attól tartok, hogy nem úszol meg, ahogy eddig is követtem az utadat. Na, figyelj csak, úgy csináltuk mi ezt legutóbb, ugye tavaly évben nem csináltunk podcastot, akkor volt a szünetünk, nem tudom, amikor az évzáró podcastot, meg díjat adott, viszont 2020-ban igen, haladjunk akkor, hát ugye díjak fajsúlyát tekintve erősség és arányszint visszafelé, tehát kezdjünk a kisebb díjakkal, hogyha fogalmazhatunk így. Írtál év meglepetését 2022-re? Év meglepetés mérkőzését? Arra gondolsz most, ugye? Ami... Aha. Hát, egyébként igen, van abszolút olyan, ami nem kicsit lepett meg. Hát akkor ne tarts magadba, bassz meg. Jó, nem tudom, hogy akkor hozzam a hármas listámat, vagy egyből mondjam a győztest. Kezdj a hármas listáddal, és menj visszafelé. Én is hármat írtam egyébként. Uh-huh. Jó. Nem nagy meglepetésre mind a három mérkőzés, ami engem nagyon meglepett. Ezek ilyen nagy volumenű bunyók voltak mérkőzések. A kis rangsorom bronzérmese, úgymond nálam a Prochászka és Teixeira. Ugye itt mind a három hatalmas nagy meglepetés volt számomra, de ugye valamilyen sorrendet fel kellett azért állítani, és nem volt könnyű. Nálam a Teixeira versus Prochászka UFC 275 volt meglepetés. Nem is a bunyó, nem is a győztes, hanem az, hogy hogyan.
hogy ugye Prohászka mindig egy tipikus stand-up bunyós volt, illetve az is jelen pillanatban is. Teixeiráról meg azért tudtuk, hogy neki a grapplingje és a BJJ is iszonyat magas szinten van. UFC roster tekintve is, tehát a UFC teljes mezőnyét tekintve is Teixeira az mindig is ott volt a jobbak között. És hogy egy ilyen rear naked-del fejezte őt be, úgyhogy nem is voltak bent a húkok. Nyilván ott már a fáradtság, meg minden más is közre játszott, de hogy engem meglepett az, hogy milyen módon hozta el a győzelmet Prohácka. Az kevésbé, hogy nyert egyébként. Tehát őket raktam a harmadik helyre. A második számomra Oliveira versus Makachev volt, ami szintén meglepett. Itt viszont a sebesség az, hogy milyen gyorsan finiselte Oliveira, illetve tényleg az, hogy amin ráfogott Makachev, milyen gyors kopogást látunk Oliveirától, amit legutoljára Conortól láttunk már kétszer-háromszor is. Szóval itt ez lepett meg, és számomra a legeslegnagyobb meglepetés, őszintén szólva, az a Usman Edwards 2 volt, ahol már ugye mindenki azt látta, hogy Usman ezt elhozza egy egyhangú pontozással, minden úgy történik, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ugye az odds-ok alapján is, meg minden más előrejelzés alapján. Erre föl tudjuk, mi történt, tehát ugye nem fog nagyon a részletekbe menően magyarázkodni erről, de hogy az a pound for pound headshot, dead headkick az egyszerűen. Én azt nagyon-nagyon nem vártam. Ha bármit, akkor azt gondoltam, hogy Edwards elhoz egy pontozást, vagy ilyesmit, de hogy egy ilyen így bődületes fejrúgással Usman kifektette hasonlóképpen, mint ahogy megfeküdt Masvidal Usman ellen, mármint hogy az a testbeszéd nagyon-nagyon arra hajazott számomra. Szóval ők a dobogósaim, és akkor ugye első hely számomra Usman Edwards volt, ami teljesen kiverte a biztosítékot. Ezt nem láttam én. Érdekes, hogy ezt mondod. Kevés átfedés mutatkozik a listán között. Várj, keresztkérdés, a kopogás nem hallatszik be a felvételbe? Te hallasz valami? Micsoda? A kutyának a kopogása. Te lamináton felállj. Nem hallott. Akkor mehet tovább. Szóval egyetlen egy átfedés van. Az én harmadik helyemen Edwards és Usman, ami azért egy nagy meglepetésnek számított, de én belelátom, tehát hogy a másik kettő nekem nagyobb meglepetés lesz. Conor McGregor azt mondta, hogy az egyetlen dolog, ami történt az évben, az ez, az Edwards bunyó, K.O. és nyilatkozat. Hát ez hatalmas volt. Igen, ez, tehát majd még elő fog szerintem ez kerülni későbbi díjazások kapcsán. A második helyen a Sterling ilyen kettőt tettem, nekem ez egy sokkal nagyobb meglepetés volt. Beszéltünk erről, én számomra az különösen az első mérkőzés képe alapján egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy a Sterling nyerjen. Tehát, hogyha a Sterling ilyen egy, ha nem így alakul, hanem a Sterling ugyanilyen forgatókönyv mellett nyerpontozással, is meglepett volna, de hogy a második meccsen látva az elsőt, egy relatíve, most nem azt mondom, hogy ekkora dominancia, de ez összességben dominált mérkőzés oda Sterling, tehát ezt én nem láttam jönni. És az első helyen egy női bunyó lesz, ami tőlem mi talán... Micsoda? Hát a Nama Jones Espaza. Figyelj, new azért... New me. Igen, úgy tűnik. A Nama Jones Espaza az meg számomra lehet, hogy azért, mert nem nézem eleget az Espazát, de hát ez elképzelhetetlen volt. Én azt gondolom, hogy osztály különbség van a két bunyós között, és úgy, hogy végigment, tehát nem egy váratlan K.O. vagy egy hirtelen szub oldotta meg ez számomra. Óriási meglepetés volt, úgyhogy nekem Edwards Usman a harmadik, Sterling ilyen második meccse a második, és a Nama Jones Espaza az első. Nem lehet ezzel vitatkozni. Egyébként a Sterling ilyen visszavágó az nálam is ott volt szűk elitben. Azt is azért megnéztem, meg így átgondoltam. Hát a Makachev szerintem szinte favorit volt, legalábbis akkor a meglepetés neki, nem érzem, hogy a Charles Oliveirát megverte, én rátettem a pénzemet. Nekem legalábbis nem, igen, ilyen elméletben. Nem az volt meglepetés, hogy nyert a Makachev, hanem azt, hogy ilyen gyorsan és ennyire egyszerűen, könnyedén gyakorlatilag. Nekem az volt meglepő. De... Év felfedezettjét írtál? Igen. Várj, tudod, mivel kezdek? Emlékszel, hogy kit mondtál év felfedezettjének 2020-ban? Jézusom, nem, de kérlek, mondjad meg.
Én visszahallgattam. Aj, de jó. Nem mondta hülyeséget, meg szerintem én se. Te a Hamzat Csimaevet mondtad, én meg a Petri Jánt. Hát figyelj, aki ért hozzá, az ért hozzá, most csak így. Én is azt gondolom, bazd meg, tehát, hogy nagyjából az élet minket igazol is tesz Teljesen, kávén, jó? teljesen jó. Na, mondd a listádat, hanyas listát írtál? Hármasat minden kategóriában. Nekem, akik úgy feltűntek, én ezt az év felfedezettjét én összemostam az év legsikeresebb, vagy legjobb újonca díjjal, mert ez között így elég sokat lamentáltam, és így három név jött non-stop szembe, abból kettő már rögzítés előtt is itt volt azért a gondolataimban, hogy őket biztos felteszem a dobogóra. Jött egy harmadik számomra, aki szintén idén debutált a UFC-ben, Jelton Almeida, őt raktam harmadik helyre. Ő egy olyan pacek, akire én szerintem mindenképp figyelni kell. Néztem a korát, 31 éves, de ugye heavyweightről van szó, és azt tudjuk jól, hogy a heavyweighteknél ez kicsit kitolódik, úgyhogy itt még bőven fiatal és abszolút befér a mezőnybe, és azt, ahogy amilyen grapplinget mutat a srác, az tudjuk jól, hogy a heavyweightben az általában ritkább az, hogy valaki annyira nagyon grappling heavy. Vannak persze korszakos zsenik a heavyweightben hát is, mi de az hogy... a sebesség, amivel tud dolgozni ez a csávó? Hát úgy megy be két lábra, bazd meg, mint egy váltósúlyú. Nem normális a fizikuma is, tényleg a robbanékonysága, mérlegje is hihetetlen, szinte csak amik finisei voltak submissionre, az mint rear naked choke, úgyhogy őrá mindenképp oda fogok figyelni. Nagyon-nagyon tetszett, amit láttam tőle eddig. Aztán utána jön talán kisebb meglepetésre a Muhammad Mokaev, ilyen szép brit névvel megáldott brit fickó, The Punisher, róla is már biztos hallottatok, alapvetően ugye dagesztáni születésű, és neki is három mérkőzése már volt idén. Idén, most még többször fogom ezt mondani, hogy idén, úgyhogy előre is elnézést, kis csillag kerül. Az előző évben háromszor is bunyózott, abból volt neki két finish, egy viszonylag egyhangú pontozás, pofátlanul fiatal, még mindig 22 éves. Őben egyébként látok egy bajnok aspiránst, egy későbbi bajnok aspiránst mindenképpen, flyweight-ben van, ugye. És az utolsó, elnézést, az első, ő pedig Jack Della Maddalena, ugye 13-2-es mérleggel rendelkező ausztrál fickó Perthből, és neki is az előző évben három mérkőzése volt a UFC-ben, mind a három finish, mind a három ütésekből, és mind a három az első menetben. Szóval ez a gyerek, és ő azért már ment egy Emelyev ellen, egy Danny Roberts ellen, akik nem nagy nevek, de sokkal tapasztaltabbak nála, már régóta a UFC kötelékében tartoznak, és mind a hármat könyörtelenül. És ha láttad neki az állóharcát, ott azért azt szerintem ott még úgy Peszlen Feri is megnyalná a szája szélét. Iszonyatosan szép az állóharca neki, hatékony is. Úgyhogy rá nagyon kíváncsi vagyok, és ő is természetesen mi más, váltósúlyú. Szóval köszönjük szépen, a váltósúly megvan, továbbra is meg lesz. Úgyhogy nekem ők. Hajmeresztően sok átfedést mutat a listánk, azt kell, hogy mondjam. Én ötös listát írtam, és nagyon nehezemre esik rangsorolni őket, de én ötödik helyre betettem a Raul Rosas-t, aki igaz, hogy a Contender Series, egyébként erről érdemes lenne majd egyszer beszélnünk, hogy a Maddalena is, a Jailton Almeida is, a Raul Rosas is, ezek mind Contender Series-esek voltak. Igen, és igen. Én nagyon sokáig szittem ezt, meg nem értettem, hogy nyilván egy ennyire magasan edukált UFC-be, ahol már mindenki tud valamennyire bunyózni, ilyen utcáról behozott kis viadalokra, hogy hogy fognak ezek, nem tudom, roster kompatibilis arcokat találni, és sokáig nekem nem is tűntek föl komoly nevek, hát az idejével tömegével robbannak be. A Raul Rosas, mondom, nekem az ötödik, aki igaz, hogy csak egyetlen egy UFC meccset mutatott, de elindult körülötte is a hype train, szemtelenül fiatal, és egyébként tényleg egy nagyon képzett meg fizikális gyerekről van szó, úgyhogy nem ötödik. Negyedik helyre tettem
a Maddalénát, és azért itt nagy volt a verseny, te is mondtál mindent, szerintem az egyik legjobb ökölvívó jelen pillanatban a rosterben, csak első menetes kivégzései vannak, Haj, Barney de van, szépen bonyózik Jézus Mária, nagyon, nagyon szép. nagyon rendben van, és 26 éves az hiszem a gyerek, iszonyatosan fiatal. Harmadik helyen jön Jair Almeida, elmondtam mindent, én nem tudom, itt elhangzott ez, hogy nehéz súlyú, én nem vagyok egészen biztos benne, hogy a nehéz súlyú kéne, hogy maradjon, mert talán a legkisebb súlyú nehéz súlyról beszélünk. 191 centi előleg, És egy baromi száraz gyerek, tehát hogy igen. én sokkal inkább félnehézben látnám őt, de valami egészen elképesztő a mozgása. Tehát ez a csávó, ez egy tolszület. Én nagyon-nagyon-nagyon sokat várok Úgy mozog, tőle. mint egy lightweight birkózó gyakorlatilag. Abszolút. És ahogy Sem bemegy két lábra, és mindig ilyen frontkikát félelmetes. dug, és utána megy be két lábra. Érdemes megnézni. Persze, de a tegnapi sport lehozza, de ennek Most ellenére ugye. árultad el a titkát. Lehet egyébként most le is húzhatjuk a listáról, bazd meg. Kevesen hallgattak minket. 2 éve is megmondtuk, kire kell figyelni. Na mindegy, egymás jobbik énjének lepippantását, azt abba lehet fejezni. Szóval, Raúl Rosas, majd a Maddalena, Jailton Almeida, az a közös bennük, hogy csak első menetes finiseik vannak az idei évben, azt hiszem a Rosasnak is, most elbizonytalanodtam. Második helyen Szergej Pavlovics. Rakok ide akkor Oh, még egy yes. súlyút. Számomra ő az egyik Egyetértek. nagy felfedezett. Én nem voltam tisztában azzal, hogy ez a Pavlovics ez ennyire jó. És ő neki három Félelmetes. bunyója volt. Három első menetes KO-val, abból kettőt 1 percen belül fejezett be, és abból a Derrick Lewis meg a Tuivasa. Ez a két név. Tehát, hogy nem... Megnézted, hogy a 17 győzelméből 15 finish, és mind a 15 finish az első menetben érkezett neki? Ez most ellene akarsz beszélni, vagy mellette? Ez Mellette, nem baszd hiszem. ki, mellette. Mellette. Nagyon kegyetlen ez a pali. Tehát, hogy kicsit ilyen fehérbőrű Ngannou benyomást kelt a csávó. Szerint én nagyon meglepődtem, mert nyilván a felkészülés során próbáltam én is megnézni, hogy ötletet merítsek, egyéb más ilyen elkészült listákat, és szinte sehol nem láttam a Pavlovicsot. Ami engem, egyébként a Nema Younes Eszpázát se láttam sehol. Tehát lehet, hogy én gondolkodom máshogy, mint így az egyéb más Nem. podcastok, újságírók, de én nem értem a Pavlovicsot, hogy lehet lehagyni, szerintem az egyik legnagyobb berobbanó gúnyos. Na mindegy. És az Abszolút. első helyzetet még nem mondtam, abban viszont nagyon nagy átfedés van az egyéb más szakújságírók, vagy hát a szakújságírókkal, mi nem azok vagyunk. Ez Alex Pereira. És azért, mert én megnéztem a Sherdognak a januári középsúlyú listáját, mármint a tavalyi januári listáját, 15-ig listáznak, és nem szerepelt még csak a futottak még plusz 5-ben sem. Ja, Alex nyilván ez. Pereira úgy zárja az évet, hogy ő a középső világbajnoka, és 3 KO győzelmet tudott magának, szerintem ő volt az év felfedezettje. Tavaly, ha csináltuk volna évzárót, biztos, hogy eszünkbe nem jut megemlíteni őt. Nyilván nem, igen. És én egyébként nagyon paradoxon módon pont ezért nem raktam fel a listámra, mert hogy ő úgy volt egy felfedezett, aki egyébként már nem volt felfedezett, mert akkor a hype-ból jött a UFC, vagy mindenki tudott róla mindent. De az egy dolog, hogy szépen hozta a győzelmeket, és ugye Izivel is mit művelt. Én is úgy próbáltam olyan embereket gyűjtögetni, akik úgy radar alatt vannak valamennyire, plusz a Pavlovics, akivel teljesen egyetértek. Nagyon-nagyon várom, mit fog hozni számára Tudod mi, idei. tudod mi az érdekes? Hogy említettük azt, hogy te Csimájevet mondtad 2020-ra az év felfedezettjének. Aha. Abban az évben a Csimájev 3 győzelmet csinált, mind a 3 első menetes volt, vagy talán az első bunyója az a Philipsre, aztán második menetes volt. Mindegy. És azóta eltelt még 2 teljes naptári év, és a Burns bunyón kívül én azt gondolom, hogy igazán komoly tehát én egyértelműen kihívó, kompatibilis emberig sem jutott még, nemhogy címmeccsig. Ez a kibaszott Poatán meg 3 meccsben megcsinálta a világbajnoki címmeccset. Én értem, hogy nagyon speciális út ez övé, mert hogy valaki olyanná volt az öv, akivel neki már múltja van, és egy nagyon-nagyon üres középsúlyba érkezett meg, én ezt is aláírom. És Igen. én értem, hogy nagyon vicces, hogy egy világbajnokra azt mondjuk, hogy felfedezett, de hát ez nonsens. Gondolj bele, hogy ez egy hihetetlen Chimaev hype train, az nem volt elég 3 naptári év alatt, hogy egy címmeccset érjen neki, és nem kapott ki. Ez a csávó egy Igen, év alatt igen. megnyerte. Szóval én nem tudom nem felfedezettként kezelni, mert egy éve nem tudtuk volna, hogyha azt mondják, hogy Alex Pereira nem tudta volna, hogy milyen szervezetbe bunyózik, hogy Csimáv kiveszi. most már belassított, illetve a szervezet belassított vele, szerintem az van most már
most már ő is okosabban fogja megválogatni az ellenfeleit, nem az a anytime, anywhere, mert most már van veszíteni valója, bár amúgy szerintem nincs, de ami a hype-ot illeti, úgy szerintem van, meg az, ami Ázsióját is illeti. Különben Rachmaninovnak egyből most odaadták volna, mert mind a ketten szabadok. Szóval, na. De let's move on. Rachmaninovot egy picit visszatettem volna a listákon, én attól tartok. Értem én, hogy van veszíteni valója, csak ki az, aki ezt így tálcán oda viszi neki ezt a veszíteni valót most, mert én nem nagyon látom azt a bunyóst. Tudod, hogy én nagyon magasra teszem a Covingtont is, de hát nem tudom. Én még mindig, váltósúlyban én még mindig nem látom, hogy kiállítja meg a Csimájevet. Nyilván egy Uzmanra mondtam mindig ezt, de én azt gondolom, hogy az Uzman alatt ez mindenkit leterol. De majd meglátjuk. Nehéz megmondani, nehéz. Igen. Lackó, mondjad. A Titan díjjal még várjunk. Jöjjön, Azzal, a igen. Jöjjön már a Submission of the Year. Jöjjön. Fura kis lista. Rendkívül szubjektív, nagyon-nagyon durván szubjektív. Szóval, harmadik helyzet, Teixeira a Prochácska. Nem, nem, nem fogom nagyon túlmagyarázni, szerintem nem kell, ezt mindenki tudja, hogy... De miért nem kell? Én nem értem. Az évszám is Mert nyerek. kifogyunk az időből, és kikapcsol az Zoom. Jó, folytasd, nem kötekszem. De hogy egyébként már ezt el is mondtam, hogy miért tartom nagyon nagy dolognak, hogy a Prochácska szabolta a Teixeirát. Ugye nem a finish volt itt meglepetés, hanem az, ahogy egyébként. A második ezüstérmesem Olivera Makachev, tetszett az egész úgy, ahogy volt a knockdown után, ahogy azonnal már ráment az arm triangle-ra, tehát ott már tudatosan készítette, és addig tudott időt nyerni Olivera, amíg ki nem szabadította Makachev ugye a lábát, és ki nem ment teljesen az oldalra, de már ott is olyan squeeze volt, lehetett látni, hogy az textbook, tehát hogy gyönyörű, gyönyörű volt. És az első, egy személyes kedvencem light heavyweightből, a Nikita Krylov versus Paul Craig Fight Night bunyó. Akkor az év elején márciusában ezt nem néztem meg. Craigről tudjuk jól, hogy szereti magát megverettetni, álom veretni másokkal, és utána behúzni alulról olyan gyönyörű szép háromszögeket, és ezt most már nem először csinálta. Ankalaevet is ő verte meg így az utolsó másodperces triangle-vel alulról, már meg volt verve. Ugyanez volt Krilovval. Krilov nekem nagyon nagy ilyen, hogy is mondjam, nyilván nem ez hiszem, az inkább fordítva lehetne igaz, de hogy ő nekem ilyen stand-out, mindig nagyon odafigyelek rá, amikor bunyózik, és sokszor még úgy oda is vizionálom, hogy egyszerű odaérhet címmérkőzés közelébe, és most, amit Craigen művelt, még a mérkőzés, hát a mérkőzés túlnyomó részén, addig, amíg bele nem szaladt abba a háromszögbe, pedig nem először rakta fel, Krylov fejetlenül ment tovább ugye a ground and pound irányába, ami egyébként hozta is neki az eredményt, mert szépen arra szólt a W irányába. Aztán hát Craig azt csinálta, amit Craig általában csinálni szokott, agyon baszatta magát, és ráhúzott egy nagyon-nagyon szép triangle-t. Nem is értettem egyébként a Krylov miért előtteti még. Annyi túl sok időt töltött Craignek a gárdjába véleményem szerint. Nekem ez volt a legjobb, legszebb submission, én ezt így nagyon, nagyon élveztem. Pláne úgy, hogy azt vártam már az elejétől kezdve, akkor a hátára került Craig. Mikor jön a trágya? Mikor jön? És bazzeg jött megint. Szóval meg nagy kedvencem Paul Craig egyébként is. Más alapján raktuk össze megint ezt a listát. Ebben biztos voltam. Én nem látom a második, harmadik helyzetednél, hogy ez mitől lett volna annyira szép, vagy akkora vasszizdasz, de én tisztelettel elfogadom az ilyen hatalmas hibáidat, mint ez is. És abban a szerencsében vagyunk, hogy mondjuk egy normális listát. Én ide négyet írtam, mert visszahallgattam a 2 évvel ezelőttit, és ott a Bryce Mitchell-t raktuk szinte, mind a ketten, ha jól emlékszem, az Twister, első ugye? A Twisterjével, így van. És volt az idejében egy Twister, amit csak azért láttunk, mert az Anthony Pettis szaladt ebbe bele, egy Steven Ray nevű csávó, megmondom őszintén, csak azért néztem meg, mert a Pettis bunyózott. Legyen olyan negyedik, de ugye ez a UFC-n kívüli bunyó, és akkor a harmadik helyre beteszem Paul Craig-et egyébként én is,
Szerintem az Na. egyik tízdább háromszög volt az Anderson Silva Chiesa kívül, és én megkockáztatom, hogy a Craig most a legjobb háromszög felrajzolója a UFC rosterének. Ezen kívül annyira félelmetes arca van, hogy én nem merem nem megnézni a bunyóit, mert egyszer számon kérek, nem hiszem, Kinyúl hogy a tévéből arcomba. igen, rettenetesen félelmetes arca van. A második helyre nőit tettem. A Jessica Andrade-nak, hát ez ilyen standing arm triangle-nek mondható megoldás előtted Igen. van, hogy ez micsoda? Igen, Valami nem hosszú ott volt a tűzés. listámon ez is egyébként, Igen. igen. Pláne Hát úgy, én még hogy az 20 életemben centivel ilyet nem alacsonyabb, láttam. vagy 40-nel. Igen. Én az életemben ilyet nem láttam, úgyhogy ezt mindenképpen fel akartam tenni a listámra, még akkor is, hogyha talán a nőknél kevésbé látványosak ezek a szubok. És hát az első helyen meg számomra egyértelmű volt egy olyan arc, akiről beszéltünk már a korábbi podcastjainkban, az idei évadban, Nikita Krylovhoz hasonlóan, ez pedig Claudio Puelles-nek a Nibária Kléguida ellen. Hát az mennyire tanári volt? Neked fönn volt az ilyen hosszabb listádon a Puelles? Ő az, akinek van három darab Nibária eddig a UFC-be körülbelül, de az idei naptár évre csak a Guida esetben számomra totál egyértelmű volt, hogy ez az év. Ez az év szubja. Jó, Itt vagy most még? nekem be kell valamit jelentenem, én itt voltam végig, csak nagyjából egy 20 másodpercre eltűnt a hang. Tényleg? Jó, akkor nem tudom, meddig hallottad. A második helyzet Andrást még hallottad. Most megint nem hallasz. Totálisan maradtam. Na várj, most én És hallottam ezen. Jó, nem most tudom, hogy megint nem hallok. igen, a tökéletes podcastjaink tökéletes hangminőségéhez hasonlóan most is itt technika ördögéhez rútulábálni velünk. Gyorsan elmondom, hogy mit raktam az első helyre, mert nem tudom, hogy benne volt-e. Ugye a második helyre nyomtam az Andrásnak a Standing Art Igen, Triangle-t, és az első helyre beraktam a Claudio Puelles Nibáriát a Clay Guida ellen. És számomra ez tök egyértelmű, hogy az év submission-je volt. Méltatlanul kevés figyelmet kap a csávónak, ez a harmadik Nibária volt a UFC-ben. És beszéltünk egy vagy két podcasttal ezelőtt, tehát még az idei évadban róla, hogy nagyon limitált sajnos az állóharca, és ez nagyon fáj, bármi jó képű és bármi jó Nibária. Nálam ez a submission of the year. Igen, és szegény elszenvedője, ugye a Clay Guida most nemrég kikapott szintén egy sima grappling mérkőzésen Chase Hoopertól egy calf slicerrel, szóval neki a lába ott azért most ezt így. Ja. Nem, teljesen korrekt is egyébként mind a két nevezetted, vagy felsoroltad, itt volt nekem a kis bőlistámon. Lackó, robognunk kell, bocsánat, hogy szólalágok. Tudod-e, hogy mit mondtunk mind a ketten 2 éve az év KO-jának? Tehát unanimous decision volt. 2 éve, ó, baszki, nagyon rossz vagyok egyébként ilyenekben. Segítek, a Joaquin Buckley. Jaj, hát jó, oké, igen, az, ja, persze, az És teljesen akkor nyilvánvaló. mind a ketten szerinted ugyanazt választottuk idén? Szerintem igen. Akkor halljuk a listádat. Jó. Kezdem az elsőt. Herbert versus Topuria. Alapvetően Topuria nagyon nagy favoritom. Nagyon, nagyon bejön a stílusa egyébként. És az már magában az egész mérkőzés, amilyen volt. Ez a adok-kapok oda-vissza. Szökött a málna itt is szép számmal, szép mennyiségben. Meg is volt fogva a Topuria, nem is akárhogy. Herbert is, aztán csak visszajöttek. És egy közelharcnál jött egy jobb horok, ha jól rémlik, amivel én nem tudom, milyen világba küldte át Herbertet, de az nem volt azért annyira szemedgyönyörködtető, ahogy földnek zuhant. De ami azt megelőzte, az viszont olyannyira, hogy felkerült nálam a harmadik helyre. Nagyon-nagyon imádtam azt a hevességet, azt a dinamikát, erőt, amivel általában Topuria ugye dolgozik. De most nem nézett ki jól neki a küzdelem egészen addig a pillanatig. Azt tudom, hogy akkor felugortam a kanapéról, annál a K-nál, úgyhogy azért is van ez itt dobogós listám. Harmadik helyezettjeként, a második, hát Usman versus Edwards 2, őket hoztam a második helyre, illetve őt, Leon Rocky Edwardsnak a headkickjét. Gyönyörűen volt kivitelezve tényleg, ahogy el volt bújtatva a kéz mögé. Vitakertól szoktunk ilyeneket látni.
hogy jebből első kézből azonnal viszi fel a headkicket. Nagyon szép volt, és Usman még bele is hajolt, ami még hozzátett a impacthez nyilván, az kalapkabát. És az első helyezetem, ami te atya úristen, az még mindig kísért. Hát amit Chandler csinált Fergusonnal, az a front kick to the face, de hogy így azonnal, ugye Fergusont még így nem láttuk. Már nagyon rossz szériában volt a bunyó előtt is, de így kiütve, ezt én nagyon-nagyon nem láttam jönni, nem beszélve arról, hogy az első menetben jól nézett ki Tony, és hát az bődületes. Aztán nem is tudom, hányszor megnéztem kilassítva. Nekem abszolút ez a év KO-ja 2022-ben. Nem lett Nem? ilyen a szükségünk. Nem, mert én a Conor McGregorval mentem most helyetted az évben. Egy négyes listám lesz, csak azért, mert így nem annyira látványos, hogy én a Cyril Gane Tuivasa KO-ját azt beraktam, ami számomra a brutalitásában volt egyedülálló. Van annak valami szépsége, rettetesen rossz volt nézni, amekkorákat a Tuivasa elnyelt, meg hogy ez a Gán most az Engen udvarességtől függetlenül egy terrorbolygó. Tehát nagyon, Nagyon nagyon, nagy, nagyon nagy hírig nagyon volt. Köszönöm. Szépen, Pali. A harmadik helyre női bunyót tettem. Én most kedvezek neked, basszus kulcs. Én nem értem, mi van veled. Nem tudom. De most basszus kulcs. Molly McCann, Luana Carolina, vagy mi volt a... Igen, a spinning elbow, így van, igen. Ez a spinning sheet nálam befért a harmadik helyre. Második helyre tettem a Michael Chandler, Tony Ferguson a front kicket, és első helyen az Edwards Kamaru Usman. Ahogy a Conor McGregor mondta, minden is ez volt ebben az évben, számomra az év KO-ja mindenképpen. Igen, nem lehet vitatkozni a te listáddal sem nagyon. Enyémmel meg nem merjenek. No, Teljesen jó. Az év bunyója, az nálad mi volt? Itt megint húzok egy meglepetést. Na, gyors mert leszek. Ugyanaz lesz az év bunyója? Nem. Tuti nem. Meglep, ha igen. Tuti Éj, nem. Akkor ez. A harmadik hely, az nálam Izsi Prochácka és Glover Teixeira ismét csak. A már többszörösen említett okok miatt minden volt, ami egy MMA bunyóban lennie kell. Mindent láttunk. Tényleg. Nem kell nagyon már részletezni. A második, és itt azért vitatkoztam önmagammal egy csöppet, Chimaev Burns. Nem tudom. Ahogy megtáncoltatta a Chimaevet Burns, és nyilván ez senki se számított rá, mindenki azt hitt, hogy Chimaev birkózni fog inkább, de hát csak beleállt ugye az állóba három meneten keresztül. Életében először tapasztalhatta igazából, milyen érzés az, ha jól elverik. Itt azért azt is jó volt látni, hogy Chimaevnek van álla, bírja az ütés, mert Burnsnél kevesen ütnek nagyobbat weltervében, de lehet még nagyon middleweightben sem. Egyébként Burns hatalmas nagy ütő, annak ellenére, hogy még régen lightweightben is bunyózott. Mit kibírt Chimaev, mit kibírt Burns? Mit Osztották kibírt egymásnak a lapot Chimaev? jobbról-balról. Nagyon-nagyon tetszett az a mérkőzés. Nagyon sokszor visszanéztem már egyébként, és meg biztos sokszor visszafogom, mert ugyanazt az extázist idélő bármikor megnézem. Nagyon-nagyon tetszik. Sajnálom, hogy Burns-től elvitték a decision-t. Ezzel talán kicsit lehetne vitatkozni, de ez most nem ez a podcast tématárgy. A következő, illetve az első helyezett, ami Matchnell és Sumudarji. Jó kis flyweight bunyó. Ha még valaki nem nézte meg, és meghallgatja ezt a podcastet, vagy ezt a részt, azonnal kapcsolja ki a podcastet, és nézze meg a bunyót, meg kapcsolja vissza a podcastre. Ez számomra elképesztő adok-kapok volt, ez a back and forth, ugye, hogy amerikaiak mondják, bérfürdő, mind a kettő meg volt fogva, nem is egyszer, brutális módon, nem is értettem, hogy a Snell ott tud állva benyelni 4-5 olyan tiszta ütést, hogy még csak fölnek sem, de már lehetett rajta látni, már áll, és teljesen out volt, és a végén is azok a scramble-ok. Aztán ugye háromszöggel hozta ezt Matchnell, hatalmas, mint mondtam, vérfürdő, és rengeteg oh shit pillanat egy viszonylag rövid mérkőzésen, úgyhogy nekem ők mérkőzésük került fel az első helyre. Ez a nálam a
mi nem csinálunk ilyen diét, hogy comeback of the year, nálam ott kerülhetett volna szóba egyébként, de Ott tényleg is, ott is igen. Igen. brutális meccs volt. Én nem raktam fel a legjobb meccsek közé, nálam a harmadik helyen, mi van a harmadik helyen? Ja, igen, egy megint méltatlanul elfeledett Moreno Figueiredo. Aha, Miért igen. nem beszélünk? Kurva jó meccs volt. Mondjuk az Év mindig jó. elején volt, ugye, január, Igen, azt hiszem, most vagy. jön a negyedik, majd valahogy január végén, talán. Így van, igen. Igen, majd nézni, arra mindenki figyeljen. A második helyre feltettem a Poirier Chandlert, de nekem nagyon Fú, nagy... de jó volt az is. Ja, egy ilyen belső feszültség volt, mert az egy-kettő között nem bírtam dönteni. Nekem az a Poirier Chandler, ez zseniális volt. Az egyetlen oka, hogy ez lett a második, hogy volt egy majdnem teljesen birkózással elrabolt menet, és az első ilyen a Chimaev Burns. Mondtad, nem akarom itt ismételni a dolgokat, hogy mit kibírt a Chimaev, mit kibírt a Burns, és mit kibírt a Chimaev sarka, aki sírva könyörgött a Chimaevnek, hogy ne álljon lehirigálni, de Chimaev azt mondta, hogy... Svédül, oroszul, angolul, minden nyelven könyörögtek meg. A Chimaev meg úgy döntött, azt mondta, hogy ezek egy kicsit vesz, azt nem vissza lehet verekedni. Szóval Igen. lehet itt a hype train miatt szívni a Chimaevet, de az biztos, hogy ekkora heréi az elég kevés embernek vannak. Chimaev rendben van, igen. Igen, vannak tökei a Hát fickónak. óvatosan fogalmaztál. Igen. Jaj. Na mindegy, így néz ki a dolog. Tehát Ez akkor itt sem fasza. volt egyezés, jó szokásunk a szívem. Nem, megleptél a női jelöltekkel. Az idejével Teljes először mértékben női ez, jelöltek igen. lettek meg. No, menjünk tovább. Citromdíj, Lackó, ki volt a lúzere az idei évnek? Jaj, nagyon nehéz szívvel. Én gondolkoztam, hogy kinek lehetne ezt adni, de ilyen nagyon vegyes érzelmekkel, mert ezt egy olyan bunyósnak adtam, aki mindig is Várj, nagy bocs, kedvencem. keresztbe Igen. kérdezek. Tudod, kinek adtuk 2 éve? Konszenzusosan? Jaj, megint ilyenekkel jössz. Nem Nem emlékszem, tudom. nem kell Nem. emlékezned, de elvégzem kutató munkát. Nem emlékszem. Várjál. Kinek? 2 éve, az 2020, az a Covid első éve. Konszenzusos volt, nagyon egyetértettünk. Fú, passz. Tony Ferguson volt akkor a Citromdíjasunk. Igen? Jó, hát akkor nálam most duplázni fog. Ne! De. Ne basszál már! De. Odaadtad egy ilyenébe csóró Tony Fergusonnak. Oda, igen, pont azért, mert csóró Tony Szerencsétlen. Ferguson, és azt érzem, hogy most már erőlteti, és már nem kéne. Ott még úgy azért elhitte, csak nem jött össze neki. Most már ezt inkább erőlteti, és amit látni, az már nagyon-nagyon rossz. Tehát, hogy Hát ez ez a négy, méltatlan. ez az a Két négy, citromdíjat, kiosztasz bazd meg két podcastból a Tony Ferguson. Hát ez szerintem, ha nagyon tudná, örülne kicsit. neki. Gondolunk rá. Csóró. Most megnéztem a mérlegét. 19 utolsó meccse a Donald Cerrone elleni Dr. Stoppage győzelme. És a 2020 májusában a Gaethje vereség, majd az Oliveira vereség, erre megkapja Igen. tőled a citromdíjat, bunyózik egyet a Dariussal, kikap, idén meg belelép a Chandler, meg a Nate Diaz bunyókban. És Így van. azt neki még egy Citromdíjat. Igen, ezért Hát is. te bazd meg, te egy hullarabló vagy. Most így utólag, ugye nem emlékeztem arra, hogy kinek adtam 2 évvel ezelőtt, de most így utólag teljesen értelmet nyert a felkonfom ezzel a díjjal kapcsolatosan, miszerint ugye azt mondtam, hogy a nehéz szívvel. Tehát akkor ezért volt ilyen nehéz a szívem, egész nap tök szarul éreztem magam. Igen, egy az a front kick to the face, és akkor ugye face first KO. Toninak Tök jól életében ez nézett volt ki a az csávó első. az előttetben. Halál jól Hát nézett ki a én, csávó az ah, jól előttetben. nézett ki, igen. Igen, abszolút jól nézett ki, ezt már ugye előbb is elmondtam. Csak megint beköszönt neki az a nagyon, nagyon csúnya finish, sokszoros agyrázkódás már neki egyébként. Mert meg a győztes meccsen állandóan meg volt fogva, meg volt ütve. Aztán jött ez az elleni, nevezzük bunyónak, az ő szintükről beszélünk, ugye nyilván. Azért mondom, a nevezzük bunyónak. Se a Nédi az nem nézett ki jól. Ferguson sem nézett ki túl csábítón. És az a finish is, meg az egész mérkőzés, illetve a post-fight interview, amit Rogennel csinált.
Jó, hogy már csak azt nem mondogatta, hogy I'm back. Annyira örült, annyira boldog volt, és ez tök jó, mert tök oké, tényleg szereti, amit csinál, de már ezt nagyon-nagyon nem kéne. Mert ha valakire igaz lehet ez a CTE, ugye, ez a brain damage-es dolog, ami később szok visszaköszönni általában a profi bunyósoknál. Hát ez a Tony-nál, ez, meg már kicsit ilyen szánalmat is éreztem, megmondom őszintén nála, hogy ilyen erőltetett, hogy még nagyon el akarja hinni, de már nehezen tudja ezt leplezni, illetve Diaz ellen is tökre azt láttam, mert hogy akkora nagy respektje van neki egyébként a Diaz ellen, a kézfogásoknál is. Mindig kereste a kézfogást, kereste a szemkontaktus, kereste az ökölpacsit, és a bunyója is ez szerintem rányomta a bélyeget erre az egészre. Szóval nekem ezzel azt is üzenném Toninak, nyilván ezt nem fogja hallgatni, Azt mondja, nyilván mivel hallgatja. Hogy csak fejezd be, vagy hogyha bunyózni is fogsz, akkor vagy menjél fel, nem tudom, weltervétbe is, 25-ösök, 30-as rangsoroltok ellen, mert azért nézd meg, milyen nevektől kapott ki, akiktől nem szégyen kikapni, mert top 5, top 3 bunyósok, de hogy akkor most már vagy köszönjön le, vagy most már legyen az, ami egyébként Dan Hookerral van, hogy most már visszafelé bunyózik. De az szignifikánsan kéne. Tehát nem is tudom, kit lehetne neki adni lightweight-be, aki ellen volna esélye. Hát én Nem a teljes tudom. MMA Dokkász szerkesztőségi nevében, ami te vagy, és én elnézést kérek a Tony Ferguson, ilyen szigorú vagy vele. A csávónak volt két bunyója, a Chandler ellen megnyerte az első menetet, és fejbe rúgták. A Nate Diaz ellen lehet, hogy minden menetet megnyert, de kettőt biztos, és a negyedikbe finiselték. Méltatlan cikrambi egy ekkora legendának, de te tudod, én ennél egy sokkal triviálisabbat választottam. Nálam a James Krause, a Citom Díjas, aki már nem aktív bunyós, visszavonult különböző okok miatt, ellenben Igen. MMA Dokkászt, nem, ahhoz ez kevés, bár akkora szerencséje van a szerencsejátékban, mint nekünk, oly betűnik, mert hogy MMA Következőben címmel meghívjuk a foglalkoztatja. Tipmix Pro. Igen, leadott augusztusban egy nyilatkozatot, azt hiszem augusztusban, hogy több pénzt keres MMA-ra való sportfogadással, mint az edzősködésből, majd december elején bejelzett a nevadai, mit tudom én, ilyen szerencsejáték bizottság, hogy nagyon-nagyon Igen. furcsán mozognak az occok a bunyós a meccsén, és ennek megfelelően alakult az eredmény is. Ugyanis elképesztő mennyiségű pénzt elkezdtek feltolni a női bunyósára, mert arra, hogy kikap az első menetben. Igen. Ez ugye folyamatosan változtatja az occokat, mert az algoritmus az mozog. Ráadásul még megfűszerezték az is az utolsó pillanatokban, amikor már teljesen értelmetlen pénzügyileg fogadni, tehát minden észszerűségnek, hogy ilyen fogadási metódusnak ellentmondó, tehát az emberi aggyal ellentétesen működik, amikor már szétszakadnak az occok, és már szinte semmi pénzt nem kaphatsz azért a győzelemért, még akkor is horribilis pénzeket tettek a bunyósára, aki egy ilyen kamutérsérülést eljátszva kiütette magát az első menetben, úgyhogy Hát eljárást ez, indult igen, Kraus ez ellen. irdalmas nagy széllel szembe Nagyon, húgyozás és volt. mondom azt, hogy előtte, meg 3 hónappal lenyilatkozó, hogy a sportfogadásból él, ez valami elképesztő banális. Tehát ez a faszi, Igen. ez egy fagyhalott. Igen. Hogy lehet És valaki ha ennyire még idióta, bazd meg? nagyon-nagyon buta, és ha még nem lenne elég, úgy beszéltek róla, mint az egyik legjobb edzőről, mert tényleg nagyon tehetséges a Pali. Mint bunyóst annyira nem, de mint edző, zseniális, de szerintem azért is Zseniális mondták volt. ezt, mert erre gondoltak, hogy pénzt hoz a házhoz. Legalábbis az eredményeket nagyon jól érzi a büdös köcsög. Na Ő egy olyan mindegy. edző, akit nem a bunyósok fizetnek, hanem ő fizeti ki a bunyósokat utána. Gondolom Jaj, én de szomorú ez. szívekötlen. De egyébként azt De tudod, úr, szomorú. hogyha most ezt a podcastet, vagy nem ezt a podcastet, hanem hogyha most a 2023 év citromdíját osztottuk volna, akkor valószínűleg első helyre Dana White futott volna be, mert ugye ő is mondott Ez dolgokat, nagyon hogy szomorú. Ez igen, nagyon szomorú. szomorú, Sajnos, igen, de csak hogy értsék a hallgatók is, ez a mai nap híre gyakorlatilag, hogy a videó ez ugye ma igen. lett linkelve, ugye harmadika van, ma vesszük fel a podcastot, amikor kikerült, hogy te Mexikóba voltak, vagy hol? Hogy a feleségének lekever egy csicska lángost, és tényleg ez minősítetetlen. Én nem is nagyon kívántam volna ezt szóba hozni a mai podcastba. Nagyon félve védem meg, tehát nyilván ez semmi mentség nincsen, Istenek hála nem teletáraszt a szegény feleségét. Ez talán, Állítólag tudom, most ez előjött egyet. új videó, ahol még háromszor Igen, küldött bazd neki meg, egyet. akkor visszaszívom az egészet.
Jó, Jó, igen, ez én is csak kínos. így érintőlegesen. Let's move. Igen, meg ebben nem lehet jót mondani, tehát maximálisan itt Nem. minden, ami erről szokott állni ilyen helyzetben, ahol hölgyeket, bármilyen gyengébbet bántalmaznak, ez nagyon, nagyon csicska, ez sajnos, ez igen, de na mindegy, kell is volt ezt szóba hozni. Na, Lackó, mi maradt Mi van még nekünk? hátra? Hát az év legjobb bunyósa van, Így meg egy van. pound for pound lista. Akkor kínálod az év bunyósa, mondd a listát, aztán pound for poundozunk. Jó. Akkor Várj, gyorsan át. bocsánat. 2 éve, ne, megint most szólok. Kit mondtunk 2 éve legjobb bunyósnak? Van-e tipped? Várjál, most már kigooglizom, és már nem érdekel. 2020 UFC Fighter Hát of mi the bazd Year. meg, hát szerinted leközölte UFC.com, hogy a Lackó mit tippelt? Igen, mert általában ugyanazokat hozzák ki, akiket. Szóval. Vagy azt jelenti, hogy te végzed túl jól a házi feladatot, vagy az, hogy belőlünk élnek. Meg sem merem kérdezni, hogy melyik. De figyelj, ne Google ezzel, megmondjam. Mást mondtunk, és én meglepődök, mert egy olyan bunyós, akit én mostanában abszolút nem szeretek. De odaadtam neki 2 éve az év bunyósát. Abszolút nem szereted. Hát, nem, mostában ellenézéseink vannak. Na jó, nyissad Jó, azt a én Happy leleplezem Meal-t. magamat, mert nem menjen ez drága podcast idő. Én az Izrael Adesanyát mondtam az év bunyósának 2020-ra, de maga Deveson Figueiredo. Ennyi. Na, mondd a listádat. Zsenik vagyunk, nem tudunk mit hozzászólni ehhez már. Jó, harmadik hely, Islam Makhachev. Ugye az egész sztori mögötte az, hogy hiába volt, azt hiszem, te mondtad, hogy a odds-ok szerint favorit, de amit az internet népe összeböfögött, hogy nem érdemli meg, nem kéne itt lennie, mert nem volt, nem kapott komoly kihívókat, nem erős a rezuméja, stb. Stb. Ezt a picsogást már körbe-körbe hallgattam, és egyébként nagyon-nagyon ez engem rendkívül bosszantott. Ennek ellenére ugye jött Oliveira ellen, aki vezeti az all-time listát, ami a submission-öket, talán finish-eket is illeti, és történt, ami történt, teljes hidegvérrel. Utána a második ezüstérmes nálam Alex Poatan Pereira, mindent elmondtál már előzőleg, teljesen egyetértek vele. Ugye nem felfedezetként raktam fel, hanem én erre a listára raktam őt be, majdnem befutónak, és az első helyre pedig Volkanovskit raktam, mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy ő neki az előző éve, tehát a 2021-es éve is piszok erős volt. Már elérsz egy nagyon magas szintet, nagyon-nagyon nehéz azt a szintet tartani, vagy esetleg még túllépni azt a szintet. Ugye könnyű gyengéből jobba, mint egy jóból még jobba menni, és én ezért raktam őt, ugye az a finish, meg az a nagyon domináns performance zombi ellen, korean zombi ellen, illetve Holloway-t most már ténylegesen leiskolázta, lehet ezt mondani, harmadjára zongorázni lehetett a különbségen tényleg a két bunyós között, bucira verte a Holloway-t, pedig Maxnek szurkoltam, mert nekem még egyébként Volkanovski annyira nem szimpatikus, de amit nem csak ebben az évben csinált, vagyis hogy nem csak 22-ben, hanem 21-ben is, nyugodt szívvel adtam oda neki a legjobb férfi bunyóst 22-re. Teljesen értetlenül állok úgy fent, hogy mivel érdemelte a Volkanovski az év bunyósa legyen. Csávónak két győzelme volt, abból van egy Holloway pontozás, meg nyilván a Cheng Soo-Jung ellen egészen elképesztő volt. Na most nagyon De sarkítasz azért. én jó, kis műsort is kell csinálni. Kell egy kicsit. Én ötös listát írtam, amiből a, hát a 4-5, ez a futottak még, mert ugye hármat kellene papíron. Én a negyedik, ötödiknek két olyat tettem, akit te is, hát a Volkanovskit és a Makecsevet. Ők nem fértek fel a top 3-ba. A Volkanovskin az egyetlen indokom az, hogy az a Cheng Soo Jung elleni produkció az, tehát valami egészen elképesztő volt. Meg azért a Makecsev teljesítménye is nagyon rendben volt. A harmadik helyre föltettem Alex Pereira-t, aki a legtöbb helyen, majdnem mindenhol a Fighter of the Year lett. Ennek ellenére nálam az 1-2-ben nem fért be. Lehet, hogy ez egyen meglepetést okozok, mert hogy a második helyre teszem Leon Edwards-ot. Nem ragozom túl, hogy miért mindenki látta, mert egyek Conor McGregorra, mint általában ebben a kérdésben, és nálam az első ilyen Aljamain Sterling. Szerintem ez az év Azt rót. a kurva, micsoda.
Az igen. Ez az űr, szerintem ez a Sterling éve volt. Úgy indult, hogy megverte a Jánt, amire senki egy büdös fillért nem tett volna. De tényleg senki. A csávó a béka seggel indult a renoméból. Tehát nála gyűlölte, meg lenézette, bunyós nem volt. De ez a És baj, hogy ugye ez alapján egyébként ő hozta 2022. a győzelmeket előtte is. Na de várj, megoldja a Petriánt, és azt a meccset oda lehetett igenis neki adni. A sok takedown miatt is nagyon domináns volt, és jól nézett ki. Aztán a Dillashaw ellen látunk valami, hát megint egy földön túli sima produkciót. Szerintem ez az év az övé volt. És lehet, hát de nem is, talán akkor a Poatánnal lehet még így megversenyeztetni, de na, én ebben az évben nem akarom ismételni magamat, én úgy érzem, hogy ez az, hogy itt minden a Sterlingről szólt most. Vagy szerintem ő a nagy durranás ennek az évnek, az Alex Leisei a másik. Lackó, nem maradt más hátra, mint hogy állítsunk egy pound for pound listát, mondjuk ki azt, hogy ki ma súlycsoportoktól függetlenül, ahogy lezártuk ezt az évet, a világ legjobb bunyósa, vagy kik a világ legjobb bunyósai, és aztán mondjuk el a kívánságlistánkat 2023-ra. Én nem szeretem ezeket a pound for pound listákat, mert ha van egy pound for pound listán, akkor egyértelmű, hogy a heavyweight lesz a legjobb és legerősebb. Tehát az agyon csak már. Jaj, adj már ezzel, De pontosan nem tudod, hogy leszek. ki kellett a pound for Igen, pound. igen, igen, tudom, tudom, csak ezt úgy gondoltam, hogy kicsit hozzáteszem. Kicsit kötözködöm. Alex Volkanovski számomra mindig. Pedig hangsúlyozom úgy, hogy nem is tartozik a kedvenceim közé, De most de az egyszerűen elsővel az a... kezdtél? Ja, igen, basszus, látod, Ó, lelőttem te mi egyből a akkor poén. egy Na, lelő? bazd meg. Ó, bazd meg, nem, most Na, akkor menj jó. fentről lefelé. Igen, nálam ő kapja meg itt is az első helyzetet. Utána raktam Leon Edwardsot, és aztán jön Alex Pereira. Nekem így Azt a ők hárman mindenit neki, jelenleg. Lackó. Ez egy hajmeresztő pound for pound lista. Nekem ők Jó. Makacsev egy kicsit kicsúszott, de joggal úgy gondolom meg tudnám indokolni, hogy miért. Tehát Volkanovski első, második Edwards, harmadik Pereira. Hát, meglepsz. Újfent. Ez fasz, ez tök jó. Én nálam az Alex Pereira szóba se került. Úgyhogy én ötös listát csináltam. Ötödik helyen Leon Edwards. És itt már nagyon berezget, mert a Makachevben nagyon-nagyon szemeztem. De az Edwardsnak egyszerűen jobb a rezüméje. Negyedik helyen, és akkor ez ilyen nyitva hagyott kérdés, a Figueiredo Moreno négyesnek a győztese. Tehát most én nem tudom külön választani ezt a két palit. Januárban, aki megnyeri a negyedik meccset, nekem ő lesz itt Nagyon, az nagyon ilyen. egyformák. Igen, egyelőre megosztva kapják a negyedik helyet. Harmadik helyen Aljamain Sterling. Eltűnik. Hát nem tudod, Szerintem a nem. Conor pólódat le kéne cserélni Sterling pólóra Én innentől utálom kezdve. ezt a Sterlinget, bazd meg, ez méltatlan, hogy ennyire fölhájpolom, de a csávónak úgy néz ki most a rezüméje, hogy Cody Stamen, Jimmy Rivera, Pedro Munoz, Sandhagen, Petrián, Dillashaw. Bazd meg. Azért Erős, ez nagyon-nagyon erős nagyon, ez rezuméje van, nagyon igen. erős. Ez nagyon-nagyon erős. És az a helyzet, hogy Isten igazából komoly gondot a Patreonon kívül nem is okozott neki senki. Szóval... Nem volt az a szerencsétlen morális térdes, ami Hát rúgás akart lenni, ugye, onnan de újra bár... indult. Onnan újra indult ez a dolog. Köszönöm. Azt a gifet mikor küldted Facebookon nekem, amit most láttam meg? Ezt pont most. De ez nem gif, ez csak egy kép, ez csak egy screenshot. Elmondod a kedves hallgatóknak, hogy mit küldtél Jaj, meg ezt a képet. Nem szeretném. nem szeretném ezt most nagyon túlmagyarázni majd. Megértem. Szóval, voltatok Bound for Pound lista. Tehát akkor ötödik helyen Leon Edwards, negyedik helyen a 135-nek a mindenkori bajnoka, vagy mi, 125-nek a mindenkori bajnoka, akit már most mindjárt megálltunk, hogy ki lesz. Harmadik helyen Aljamain Sterling, második helyen, bazd meg, Francis Ngannou. Hát miért nem hangzik el a neve? Nem Mert is értem. inaktív. Azért. Jaj, Én az ez alapján raktam most össze, hogy a jelenlegi forma. Aktivitás, forma. az Ngannou-nak igenis ott kell lennie, mint a nehézsúlyú világbajnoknak.
pláne úgy, hogy mennyit láttuk fejlődni a birkózását a Gán meccsen, és hát első helyen ez lesz talán az egyetlen konszenzus közöttünk az idei évben, Alexander Volkanovski dimenziókkal a világ előtt. Én nem tudom őt szeretni különösebben, nyilván utáni se, egy végtelen unalmas karakter a számomra, de ez a csávó tényleg nagyon jó, és én kezdek el játszani a gondolattal, hogyha a top helysúlyokat vizsgáljuk, amiben azért José Aldo van, meg Conor McGregor van, meg Max Holloway is van, nekem az egy, Hát az már persze, ilyen, bőven. de az nekem már ilyen tier 2, tudod, tehát, hogy azért ez a Aldo McGregor duo, ez nagyon ledominálja ezt a súlycsoportot, itt egyértelműen beszállt ebbe a tier 1-be, hát majd Nálam meglátjuk. ilyenkor mindig a címvédések adják a fő. Tehát a mérlegnyelvét az alapján. De a Volkanovski az egy már állandóként lehet róla beszélni igazából, hogy ő hozza. Hát ez a Egészen addig, csávó, amíg... igen, ez a csávó pejsúlyba, de egyébként a Zabitot is megoldaná, tehát ez már csak ilyen romantika, hogy mi lenne, ha lenne Zabit, de én tehát 100 évetben szerintem verhetetlen. Tehát Kurva jó. Nagyon, nagyon annyival intelligens. Nagyon, nagyon top. mindent tud ez a csávó. No, milyen hosszú kívánság listát írtál? Hát egyébként csak random bedobáltam pár bunyót, amikor felállna a szőr a hátamon is. És akkor ebből majd szemezgetek. Nem tudom, mennyiről szeretnél Hát amennyi van, említést. én 5-öt írtam. Hát én 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, várj, kereszt kérdés. Azt megmondtuk a 2 évvel ezelőtti podcastban, hogy kikre leszünk leginkább kíváncsiak a következő évben, ami a 21-es év volt. Tudod, hogy kit mondtál? Nem, nem tudod, de nem baj. Nem. Te Lajos Kóklányt akartad látni, én meg a Oh, házat. yes. Igen. Na, mi a kívánságlistád? Hát, ledobom a bombát egy Chandler versus Conorral. Őket szeretném látni. Nem rossz. Ez megint ismét olyan párosítás, amit nem kell túlmagyarázni. Conornak az elmúlt 3-4 éve finoman szólva sem sikerült jól, sem a ketrecen belül, sem azon kívül. Chandler meg gyakorlatilag képtelen unalmas bunyót hozni, és azért Conor is oda tud vágni, hogyha úgy minden a helyén áll, bár szerintem már nem nagyon fog, de attól függetlenül nagyon szeretném és örülnék a párosításnak. Semmiképp se adnék Conornak címet, nincs mire, nincs miért, ez nem is lehet szerintem nagyon, nagyon vitatárgya. Úgyhogy egy Chandler elleni tune-up bunyó mindenképp jó lenne. Utána Pavlovich versus Gán. Ezt nagyon remélem, hogy tető alá hozzák Dénáék nekünk idén. Utána van egy Topuria Pimblett, ezt tudjuk jól, nagyon csúnyán összevesztek a kézfertőtlenítő miatt, úgyhogy ezt nekik le kell boxolniuk. Igaz, hogy külön súlycsoport, de Topuriának nem okoz gondot, ugye könnyű súlyban, sőt, azt hiszem idén, vagy hogy előző évben volt is bunyója könnyű súlyban neki. Úgyhogy szerintem ez teljesen megoldható kérdés, a UFC mennyire félti őket. Utána egy Oliveira Dariust szeretnék látni, és bírnám, ha csak grappling lenne. Egyébként nem sírna a száma, 25 perc grapplinget kéne nézni közöttük. De hát állóharc is, az is ilyen nadduzogva, az is lemenne. Aztán Dvalishvili versus Ján. Az is de jól hangzik. Fú, igen. Hát ez igen, a garantált erőszak Jó. lenne. Aztán egy Covington Chimaev. Annak itt lenne az ideje. Is jó, ez még jobb. Igen. Ngannou Ezt Jones. Miért nem raktam fel? Nem, Nem ez meg ezt tudom. nem raktam fel. Mert tudtad, hogy én felrakom. Lehet. Jó, hol tört? Ugye Ngannou Jones, ez már agyon van hype-olva, de azért valljuk be, nagyon szeretnénk ezt látni. Jones hatalmas kérdőjel, jelenleg Ngannou is gyógyulásával kapcsolatosan. És aztán meg raktam egy Aspinall Miocicot. Hogyha felépül Aspinall természetesen, Miocicról nem lehet tudni, mi van, fog-e még egyáltalán bunyózni, de úgy gondolom, hogy ez a két pali eléggé egyforma, eléggé hasonló stílus. Őket nagyon, nagyon megnézem. Mind a kettő nagyon rokonszenves, úgyhogy én ezt a 8 párosítást hoztam. Nyilván van több is, ha még gondolkoznék rajta, biztos
tudnék írni többet, de így ennyi tőlem. Jó, jó. Látod, ez most több átfedést mutat. Ízleljük akkor a podcastunkat, lelövöm én is az öt kívánságomat. Hát egyébként telibe átfedés az nincsen. Én felírtam a listára a Mahershala Chandlert, mert én valójában azt szeretném látni. Ennek annyi az egyszerű oka, hogy szerintem a Chandler leginkább kompatibilis megnehezíteni a Mahershala dolgát, független attól, hogy én értem, hogy most a Poirétól is kikapott, de én vágyom erre a bunyóra. Felírtam egy Volkanovski Sehudót 145-ben. Nagyon fincsi. Felírtam egy Francis Ngannou Sergej Pavlovicsot, a női súlyú címért, tehát nem a Gant, én egyből az Ngannou-t kérném neki, de felírtam egy John Jones-t is, viszont én a Stipe Miocic-sel írtam. Az is baszós, nagyon. Ja, akkor hatot Abszolút. Írtam, nem tudok hatig elszámolni. Tehát szerintem Jones, Stipe Miocic, Makachev Chandler, Volkanovski Sehudo, Ngannou Pavlovics, és még két mást írtam, ez a Bónikának a debütálása a UFC-ben, és az első helyre azt írtam, hogy én szeretném újra látni a Gunnar Nelsont, és én nem akarom, hogy visszavonuljon, nagyon remélem, hogy meglátjuk. Most én ezen gondolkodtam, nagyon szentimentális, hogy én valójában erre vágyom most legjobban. Az idei év nekem valahogy, és akkor ez, akkor adjunk egy ilyen évértékelő, ilyen saskabaré kiköszönést, vagy ilyen szomszédokos kiköszönést, hogy én most azt érzem, hogy a UFC egy picit, ugye majdnem egy évtizeden át dominálta ez a St. Pierre, Anderson Silva, John Jones trió gyakorlatilag a UFC-t, akik lehet, hogy minden idők három legnagyobbja, de az biztos, hogy a top Igen. 5-ben beférnek mind a hárman. Bőven. Ők különböző okok miatt, de eltűntek. És kapott a UFC egy szám Conor McGregort, meg hát mondjuk ki rajta keresztül lett ekkora Habib, mint nem ez is, egy hábi volt, de hogy ők sincsenek most, és én azt érzem, hogy egy picit most benne egy ilyen vihar előtti csendben van a UFC, nem látni azt, hogy kik lehetnek az ászlós hajója szervezetnek, próbálkozott az Adesanyával, meg a Masvidallal, meg ilyen BMF title-ökkel jobb hiány, meg Nate Diaz-zal a UFC, de akik az Usman egyszerűen nem kompatibilis, nem erre való, akikben tényleg lehetne, a félnehéz súlyba gondolj bele, csupa öreg brazil birodalmi lépegető, meg pár idén, most nem úgy értem, hogy neve nincs európaiak, de hát ezek nem piacképes emberek. Tehát, hogy egy légüres térben van most egy picit a UFC, és ezért valahogy ezen gondolkodom, hogy mit látnék, hát ezeket a bunyukat nagyon szívesen, de mellett én kapnék egy ilyen nosztalgia vonatot, hogy nagyon jó lenne, még egyszerre megregolt látni, mert nem tudjuk, hogy hányszor láthatjuk, de hogy én a Gunnar Nelson hagyom megnézni. Na bocsánat, hát ez a egy Gunnar ilyen Nelson volt márciusban. Egyébként. Volt, én csak azt nem tudom, hogy mivel reálisan nézve neki nem, már nem lesz címmeccs a szintemátorosulban. Nem. Az az igazság, hogy én az egyik leg, és én emlékszem, hogy 2012-3 körül, de inkább ilyen, nem, 11-12 én olvastam ilyen Bleacher Reportos, kikre érdemes figyelni. Még a kanyarban nem volt Habib, meg McGregor, meg ilyenek. Hát még a Dominic Cruz nem tért vissza, meg semmit, tehát teljes izét nagyon rég. És akkor, hogy a Gunnar Nelsonra kell vérni, ő lesz a váltós, hogy következő nagy világbajnoka. És ez nem jött össze, basszus kulcs. Gunit Én nagyon... 12 óta van ugye a UFC-ben. Igen, én nagyon-nagyon szeretem a Gunnar Nelson, basszus kulcs. Talán még a McGregornál is jobban szeretem, és nagyon sajnálom, hogy így alakult a karrierje, mert ebben sokkal-sokkal több volt. Nála sose tudni azt, mivel nem ezen múlik a megélhetése, nem annyira érdeklődik szerintem már a dolog iránt. Egyszer bunyózott 18-ban, kétszer 19-ben, aztán kiagyott bő 2,5 évet, és egyszer 2022-ben. Én nem tudom, hogy ő mennyire edz, mennyire mit csinál, jó lenne még látni. Én ezt kívánom a Igen, korábbiak. és ő nagyon a internet világában sincs jelen, szóval nem annyira aktív, Jaj! nehéz őt lekövetni. Tudod, mit nem mondtunk meg, basszus kulcs? Ezt nem is tudom. Emlékszel, miket kívántál 2 évvel ezelőtt? Már Hogy megint. emlékeznél? Kértél egy Ferguson Nate Diaz-t, Igen. amit megkaptál, egy Covington Masvidal-t, amit megkaptál,
és egy John Jones Adesanyát, amit nem kaptál, de hát lássuk be, ez talán jobb is az Adesanya szempontjából, hogy nem történt meg. Én meg itt Én viszont... picsogtam a Nate Ferguson bunyóra. Látod? Igen. Én meg kértem, hogy McGregor Diaz trilógiát, ami nem lett meg, egy Chimaev Edwardsot, ami nem lett meg, de még meg lehet, Igen. és egy Masvidal Covington, amit megkaptunk. Lackó, mivel zárod az idei évet és a mai podcastunkat? Hát mindenki nézzen UFC-t, meg így in general sportokat, küzdő sportokat, és az sem ártana, hogyha mindenki feliratkozza szépen a csatornánkra, mert jó lenne gyűjtögetni szépen lassan most már a feliratkozókat, mint YouTube, mint Instagram, de ez majd a leírásban úgyis ott lesz. Én most már tanám tovább a szót, mert most vagyunk. Figyelj, az meg, én lehet, hogy a sajátomra fő is vagyok iratkozó, úgyhogy én nyomok egy subscribe-ot. A Ez nehezen. csodálatos. Na, boldog új évet, köszönjük, hogy ma is Bújék. tartottatok. Az MMA Sziasztok. Podcast második, várd már meg, amíg elköszönöm. Az MMA Podcast második évadának harmadik epizódját hallgattátok. Szevasztok. Sziasztok.